Hétfőtől a középiskolák határozatlan időre áttértek a távoktatásra. A kormány döntést a koronavírus esetszámok növekedése indokolta. A korábbi hetekben a járvány miatt a diákok mindössze 4%-a kényszerült az online térben való tanulásra. Az általános iskolákban és óvodákban továbbra is hagyományos módon történik az oktatás. A pedagógusoknak már van tapasztalatuk a digitális távoktatással, azt most a hatékonyság érdekében igyekeznek új elemekkel bővíteni. Ezt látni kell ennek. És ezt látni kell ennek itt, nem? Igen. És lehet, hogy ebben jobban tudok rajzolni, jobban tudok kiválasztani dolgokat, meg tudom nagyítani. Eszközbeállításokat végeznek az első online óra után az informatikusok a Király Helmeci gimnáziumban. Új távoktatási rendszerre álltak át. Azt szeretnék, minél eredményesebbek legyenek az órák. Király Helmecen, szlovák és magyar tagozaton 4 és 8 éves gimnázium működik közös igazgatás alatt. Csókási Evelin matematikát és informatikát tanít. Hétfőtől vegyesen tart hagyományos tanórákat a kisebbeknek, illetve online órákat az idősebb diákoknak. Az előző évi online oktatási módszereket új elemekkel igyekeznek bővíteni. Sok más egyéb mellett interaktív tévét, grafikus tollakat használnak a tananyag átadásához. Ez most egy tévé, ami össze van kapcsolva a számítógépünkkel, arra lehúztunk egy programot, és azon keresztül ilyen konferencia képen bejelentkeznek a diákok, és ők azt egyenesen látják, amit én írok a táblára. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség, főleg a természettudományi tantárgyaknál, mint a matematikánál is. 8 osztály az iskolában hagyományos órák keretében sajátítja el a tananyagot, 16 osztályban pedig online tanulás folyik. És megpróbáljuk az órákat az online térbe teljes mértékben áthelyezni, tehát majd minden órát online lebonyolítani. Természetesen ezt úgy kell értelmezni, hogy lesznek olyan online órák, ahol a diákoknak kötelező megjelenni, illetve lesznek olyan online órák, hogy a tanár elküldi az anyagot, és a tanár jelen van az órán, tehát ha bármelyik gyerek kérdezni szeretne, akkor konzultációs óra keretében belül bejelentkezhet a rendszerbe, és tud vele kommunikálni. Az elmúlt tanév tapasztalatai azt mutatják, a diákok 90-95%-a csatlakozni tudott az online oktatáshoz. Leginkább az internet kapcsolat minősége, a kisebb településeken a sávszélesség okozhat gondot. A Király Helmeci gimnázium technikai eszközökkel is segíteni tudja a diákokat. Szlovákiában a tanintézmények pénzcsomagot kaptak az oktatási minisztériumtól a járványhelyzet kezelésére, amelyet nem csak fertőtlenítőszerekre és egyéb védőeszközökre, hanem technikai eszközökre is fordíthatnak.